szlovák-magyar lakosságcsere egyezményt 1946. február 27-én írták alá Budapesten, és május 14-én fogadta el a parlament. A kitelepítetteket szállító első vasúti szerelvény 1947. április 12-én indult el a Felvidékről, és 1949. június 5-éig több mint 76 ezer embert szállított át Magyarországra. Sokakat Csehországba deportáltak. 2012-ben terjesztette az országgyűlés elé dr. Molnár Attila, Komáromváros polgármestere az új javaslatát, miszerint április 12-e legyen a Felvidékről kitelepítettek emléknapja. Az országgyűlés ezen javaslatot elfogadta. Molnár János azon családok egyik tagja, akiket 1947. júniusában vagonírtak be az Észak-Komáromi állomás egyik marha vagonjába. Jancsi bácsi, hogy emlékszik erre a rettenetes időszakra? Én 41. decemberben születtem, 47. júniusában akkor volt a kitelepítés, a kezdet. Most volt április 12-én, 2. június 6-án, 7-én akkor telepítettek ki, illetve hát akkor kezdődött meg a vagonírozás. Szentpéteren laktunk, ide Komáromi állomás volt, az van legközelebb. Aztán úgy kerültünk Tolnába le. Mi a rokonságból, a nagyapámék, akik szentpéteriek voltak abban a községben, 8 család volt, Kalaznó. Oda kerültünk le, úgyhogy Szakályhőgyész volt a vasútállomásunk. Ott vagonéroztunk ki, aztán onnan mentek ki, biciklikkel járták ott a környéket, a papáék, aztán nézték, hogy miket felajánlottak ott nekik. A szomszéd községekbe Tevel, meg Murga, Szakadát, Varsád, ezek voltak ott a környező községek, és hát ott lehetett lakásokat nézni. Hát akik a rokonságot tartoznak, azok mondom, Pári, Kocsola, aztán megmondom, hát Kalaznón laktunk a közvetlen rokonságból. De hát ott a tolnai részen ott elég sok faluba voltak, de szentpéteriek nem. Még Lomván ott volt még ismerős. Hát aztán ezekben a falukban, mik hát ki voltak jelölve, meg svábházakba kerültünk, mert onnan kitelepítették Németországba a svábokat, aztán azoknak a helyére, és hát ilyen vagyon leltár alapján jelölték ki a családoknak a lakásokat, hogy mekkora családdal van, és hát 3 éven belül át kellett költöznünk a másik házba, mert nálunk nagyobb vagyon leltárra rendelkezők azok jöttek. Például itt a Mészáros Laciék, ezek kapták meg a mi lakásunkat, de aztán utána meg elkerültek Kocsolára, költözködtünk, hogy 3 ház volt, amiben laktunk Kalaznón. Úgyhogy aztán 63-ig ott laktunk. Tulajdonképpen 5,5 éves volt ekkor. Maradtak-e mégis emlékek, meghatározó emlékek? Gyerekkori emlékek még úgy előttem vannak, mert ugye a nagyanyámmal voltunk állandóan. Arra halvány emlékeim vannak, hogy hát vonaton mentünk át a Dunán. Úgyhogy hát ez a fehér lapos téma is. Annak idején, ugye, mikor kiosztották ezeket, hogy kiknek kell jönni, hát például a mi családunkból a nagyapám, az anyai nagyapámék, azok jöttek oda Kalaznóra, együtt laktunk, illetve hát külön lakásokban, de 8 családban benne voltunk ők is. Aztán a unokatestvérem, a nagyapámnak a másik lányáik, azok még ott maradtak Szentpéteren, még most is ott lak. Hát nagyapám, hát az idősek meghaltak, de unoka húgom 44-ben született, még ott lakik Szentpéteren most is. Annyira főkészültek, ami kis tartalékpénz vagy vagyonka volt, hát téglát vittünk, hogy nem tudjuk, hogy hova fognak telepíteni bennünket, hogy esetleg valami tudjunk építeni ott lent. De hát aztán nem volt rá szükség. Szalma is volt összeprésőve, kérlek szépen, ilyen bálákba aztán, hogy azt is
hoztunk. Emlékszem rá, még ilyen kis villanymotor, emlékszem rá, voltak ilyen dobozos húzható cséplőgépet is el tudott hajtani, akkor a villanymotor. Azt is vett jó apám, hogy hát belefektették a pénzt, ami volt. Sok nem volt, de hát egyébként gazdálkodtak, hát 21 néhány hold föld volt a családnak, aztán ott lent gazdálkodtunk. Talán onnan több emlék megmaradt, hogy milyen volt a fogadtatás, amikor megérkeztek Tolnába. Gondolhatott, hogy nem jó szemmel nézték a szerencsétlen svábokat, azokat áttelepítették ki, hát emlékszem rá, hogy még jó apám lovaskocsival is hát vitte hát segítségként, mert hát tulajdonképpen azt érettek ők el, amit a bőröntökbe össze tudtak rakni maguknak, aztán vitték ki az állomásra, aztán elvitték őket. Hát aztán eléggé vegyes lett ott a nép, mert Bukovinából székelyeknek mondták magukat, azokkal kerültünk oda, úgyhogy hát tulajdonképpen székelyek, meg a felvidéki magyarok, meg még egy pár család, főleg idősebbek, talán két-három család volt, ami fiatalabb, akik hát jó apámékkal egy idősek voltak, azok maradtak a faluban. Mikor Mészárosék elköltöztek Kocsolára, utána visszakaptuk volna azt a házat, azt a lakást, amit hát először nekünk utaltak ki, hát ott is laktunk valamennyi ideig. Aztán hát ez olyan erőszakos ember volt, hogy ő eldöntötte, hogy ő abba a lakásba fog bemenni. Elkezdett ő is hurcolkodni, meg mink is, úgyhogy a nagyanyám az ott lakott az egyik szobába, de hát mink még a másik, mert kaptunk egy kis lakást, abba laktunk, és akkor mentünk volna vissza a nagyházba. Ez még elkezdett költözni. 42-ben épült házba laktak ők. Apám azt mondta, hogy jó van, ő nem fog senkivel se vetekedni, hogy mint meg beleköltöztünk aztán abba a lakásba, amiből ez a székely kiköltözte. Teljesen nem volt még kész, mert a hátsó részen azok még földesek voltak. Az első szoba, hát az nagy volt, az 7 méterszer 5,5 méteres volt, az volt egyedül lepadlózva, a többi hátul az mint földes volt. Hát utána volt olyan padlásfőjáró, kamrarész, melléképület, aztán az udvarnak a hátsó végében itt meg gazdasági épület, az istálló, meg pajta hátul, meg volt egy pince, meg disznóholak, mert hát gazdálkodtak ott. Aztán ott laktunk egészen 62-63-ig még főnebb költöztünk ide. Lehet azért tudni valamit a családi házról, hogy áll még, meg van-e még a szentpéteri házról? Ez a Csabaiak, még kis Csaba környékéről onnan hoztak oda szlovákokat. Tudjuk, hogy hol van, mert azt szokták volna, hogy két köz között laktunk, két ilyen keskeny kis út vezetett mögénk lévő részbe. A templom, ha innen Komárom felé megyünk, akkor a plebánia az a templomnak az szemben a másik oldalon, mint meg a harmadik vagy negyedik épületben, templomkertnek szemben ott laktunk. Említve volt már a visszaköltözés Komáromba. Akkor már a Balázsék, hát az unokatestvérem, azok költöztek föl ide először, azok vettek itt, mert a Balázsnak a nagyapja, az itt dolgozott a Tímföld gyárnál, de akkor voltak itt az építkezések, minden, aztán hát akkor indult meg, hogy hát vannak itt a telkek eladók, úgyhogy ők abban az időben megvettek itt egy-egy holdat, gataszterű holdat, 3-4 forint volt akkor 4 szögele. 50-es év vége felé, 62. januárban vonultam be onnan lentről még Kaposvára katonának januárban, és akkor 63. novemberében meg leszereltem le, akkor már közbeszabadságra is 63-ban ide jártam haza, amikor jöttem. Úgyhogy... Kis Szentpéternek hívják ezt a térfi Gyula utcai részt? Hát, itt laktak a Holecék, Mészárosék, Szűcsék, akkor Kelkójék, meg a Igar Balázsék. Ezek mind szentpéteri kitelepített családokból voltak? Ezek azok voltak.
ezek voltak, ezek a Kovacsicsék, ezek nem kimondom, nem szentpéteriek, hanem ezek Karván, de hát az is közel van Szentpéterhöz. Hát aztán meg a Molnár Flória, aztán meg a Pintér Tibi Boltos, ők is szentpéteriek, úgyhogy azért lett kis Szentpéter itt a Térfigyula utca. Volt egy üres telek itt, aránylag nagyon olcsó, meg gyenge minőségű földek ezek itt, hát nem tudom, mondani neked valamit, a aranykorona érték. Hát a jó fődek azok 30 aranykorona vagy fölötte vannak, ez még 8 aranykoronás. Jöttek ide, Csémőz Palántáj, milyen szép a kár, biztos kimondottan ennek való főd, meg hasonló. Hát ha tudnátok, hogy milyen kukorica szár volt benne abban az időben, trágyázva nem voltak. Még hát mondom, amúgy is, hát nekünk is Lentolnába, emlékszem rá, a jó fődek azok a 24 aranykorona körül utak, hát ott is volt gyengén, mert rég dimbes, dombos rész az ott. Szentpéteren is voltak azért gyengébb hődök, mert a szöllők, hát Szentpéter, ez Borairól is híres volt azelőtt is már, úgyhogy... Tudtak-e egyáltalán találkozni a családtagokkal, tudtak-e kapcsolatot tartani az ott paradottakkal? Hogy feketén agyai nagyapám, meg apai nagyanyám, azok egyszer hallották, hogy itten foglalkoznak ilyen csónakos átjárása itt Eszmély Dunalmás vonalába, Izsa irányába, és valami csónakkal azzal átvitték őket, úgyhogy azok úgy átszöktek. Hány év telt el közben? Hány év? Emlékszem rá, mi azt hiszem, hogy 55-be mehettünk át hivatalos útlevéllel, úgyhogy a nagyapámmal azzal mentünk, még emlékszem rá, Pesten Vorosilov utcában volt a követség, aztán oda kellett útlevelet. Igar mama az meg vonattal ment át, aztán azokat is Vámos Mikolánál valahol elkapták, aztán az is ilyen pár napig bent tartották, ezt elengedték haza, az úgy vonattal próbált átszökni. Nem sokszor voltunk egyébként túl. 56-ba akkor voltak az édesapám, meg az öcsém, keresztelőben voltak Szentpéteren, és akkor volt az 56-os események, és több mint egy hónapig ott voltak. Ott állt a harckocsi a hídlábának. Kihirdették a faluba, hogy akik ott vannak, azok készüljenek össze, mert behozzák Komáromba a híthoz, és mehetnek, ahova akarnak, vagy tudnak. De sokszor mondjuk, hogy a magyar ember az örömét, bánatát szereti elénekelni. Jancsi bácsinak van-e kedvenc nótája, hiszen aki ismeri Jancsi bácsit, tudja azt, hogy nagyon szereti az énekeket, nótákat. Galamb szívet örököltem az édes anyámtól, az ígdalos nótás kedvet az édes apámtól. Ők nevelzek, tanítottak minden szépre, jóra. A búvitás kis galambom szerelemre csókra. Nyilván ilyen gyalázatos történéseket nagyon nehéz, talán lehetetlen is kárpótolni, hiszen a lelki kárpótlás az nagyon nehezen megvalósítható, mégis kapott-e valamiféle kárpótlást a család a történtek miatt? Mi felénk, mi nem kaptunk semmiféle kárpótlást. Ez biztos, hogy mondom, hát mink gyerekek voltunk, minket olyan nagyon rettentően nem érintett, csak hát rábeszélések után tudjuk, hogy mik hogyan voltak, hogyan intéződtek ezek a dolgok, de hát azért tüskeként van az emberben, hogy hát ilyen megtörténhetett abban az időben.